2010-ben indította el a Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány azt a mini háztáji programot, amelynek keretében 845 település gyermekes rászoruló családjai kaptak háztáji állatokat. 2010 és 2014 között közel 2 millió állatot osztottak szét, főleg napos csibét, kacsát, malacot és nyulat. A felhívás annyira jól sikerült, hogy ennek mintájára most egy digitális felzárkóztatás segítő programot indítottak. Elindítottuk az ország, ez a 6 pilot település, itt próbáljuk ki már egy évvel ezelőtt, a Szingapurból átvett robot Lego programot, ami abban indul ki, hogy nem információs tudást, hanem digitális alapkészséget kell az egész kicsiknek oktatni ahhoz, hogy tartósan föl tudjanak zárkozni, tehát ne történjen még 5-10 év múlva, vagy megint nincs munka. Ez olyan sikert ért el, ugye én a hetente jöttem le, szóval még az én reményeimet is felülmúlta. Na most ezen felbuzdulva, tavaly már ezt kiterjesztettem a fiatalokra, tehát a 40 év alatti közmunkások, illetve a 16-22-es korosztály, aki nem tanul tovább. Négy nagy kereskedelmi üzletlánc is bekapcsolódott a programba. Az Aldi, az Auchan, a Lidl és a Spar anyagi támogatásával, valamint a Klebersberg központ hozzájárulásával lehetővé válik, hogy a gyerekek ne csak az iskolákban sajátíthassák el az elméleti anyagot, hanem gyakorlatban is kamatoztathassák a megszerzett tudást, és ezt otthon is tudják gyakorolni. Először is a 6 pilot intézménybe eljuttattuk azt a három eszközt, amiről ma itt főtanácsadó asszony is beszélt, tehát mindenhol van Lego robot, mindenhol van egy drón, és mindenhol van egy 3D-s nyomtató, ez az elsődleges, és a másik pedig, hogy mögé álltunk annak a kezdeményezésnek, amit főtanácsadó asszony elindított, hogy a gyerekeknek otthon is legyen eszközük, tehát ne csak az iskolán belül tudjanak majd ezekkel az okos eszközökkel részint játszani, részint tanulni, tehát én azt gondolom, hogy itt mind a kettőnek arányban kell lennie. Így 44 darab tablettet hoztunk most úgy le, hogy a tankerület igazgatók, Bódis államtitkár úr, illetve a Klebersberg központ vezetése a saját pénzéből természetesen adakozott, és így 44 darab tablettet hoztunk most le. Hosszú távon szeretnék ezeket az eszközöket használni az iskolákban, ezért folyamatosan és egyre többre lenne szükség. Ezért a Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány arra kéri a magánszemélyeket és a cégvezetőket, hogy a leselejtezni kívánt, működőképes digitális eszközeiket juttassák el az alapítványhoz, hogy továbbítani tudják a programban résztvevő iskoláknak. Ez azért is fontos, mert Passzabon például a későbbiekben ezen digitális eszközök használatára épülő képzéseket is indítanak majd. Anyagileg is támogatható a program a 16-3-11-es adományvonalon keresztül. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási segítség az, hogy most ezek a gyermekek, akik ide járnak a mi iskolánkba és az óvodába, azok ezekkel a laptopokkal és tablettekkel otthon is el tudják sajátítani azokat a tanórákon végzett feladatokat, amiket eddig nem tudtak, mert sajnos nekik nem volt otthon ilyen. Ez egy óriási segítség nekik, és az, hogy haza is vihetik ezeket, és tényleg otthon ki tudják próbálni. Nem beszélve arról, hogy ez túlmutat majd azon, hogy később olyan képzéseken is részt vehetnek az itt ezeket az eszközöket használó gyermekek, amik később a munkavilágában is könnyebb elhelyezkedés fog nekik adni. Ezért is szervezzük azokat a képzéseket, ami főleg a digitalizációra vonatkozik, mert mi is látjuk, hogy ez a jövő, és azok a munkáltatók, akik kérik az ő segítségüket, vagy munkavállalókat alkalmaznának, azoknak már igenis kell tudniuk használni készségszinten is akár egy laptopot vagy egy tablettet, és nem mindig elég az okostelefon, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt már gyerekkorban is el tudják ezt sajátítani. A Passzabi általános iskolán kívül Ibrányban, Sényőn, Nyírmadán, Porcsalmán és Ófehértón is adnak át a következő napokban laptopokat, tableteket, drónt, robotot és 3D nyomtatót.